Mintegy 40 milliós gépműszerfejlesztés valósult meg a karcagi Kátai Gábor kórházban. A térség lakóit szolgáló egészségügyi ellátások a 21. század elvárásainak megfelelő színvonalon folytatódhatnak, hangzott el. Jól tudjuk, hogy az egészségügy akkor lehet korszerű, sikeres, ha megfelelő társadalmi, kormányzati támogatásban részesül, és a személyi feltételek mellett az elkötelezett egészségügyben dolgozó orvosok, az őket segítők mellett megvannak azok a gépek, berendezések, műszerek is, amelyek a munkájukat eredményesebbé teszik. Kezdte beszédét dr. Fazekas Sándor kormánybiztos, országgyűlési képviselő, aki szólt a tavaly befejeződött mintegy 300 milliós sikeres kórházi pályázatról is, valamint arról is, hogy a mostani legmodernebb gépműszer beszerzés is valamennyiünk egészségvédelmét, a betegek gyógyítását szolgálják. A karcagi Kátai Gábor kórház a nagykunság kórháza, és az itt élő emberek magukénak érzik az intézményt, hiszen valamennyiünk egészségéhez hozzájárul, és ez nem csak szavakba, tettekbe is megnyilvánul, hiszen most jó néhány vállalkozás segítette azt, hogy újabb gépek, műszerek kerüljenek beszerzésre, hiszen van egy adott állami keret, de azon túlmenően még további beszerzésre nyílt lehetőség, és én örülök annak, hogy a legmagasabb szintű 21. századi orvostechnológia, különböző műszerek, berendezések kerültek most a kórházba. Itt láthatóak monitorok, vizsgáló berendezések, gipszelőágy, és ez csak egy része annak a mintegy 40 millió forintos projektnek, amiből jó néhány osztályon felbukkannak ezek, és használatba vételre kerülnek ezek a gépek. Sajnos az az életnek a része, hogy bizony az egészségünkre vigyázni kell, sőt érhetnek bennünket balesetek, egészségromlás, és nem mindegy az, hogy itt helyben megkapjuk-e a megfelelő ellátást, vagy máshova kell menni. Sőt, hogyha több gép, műszer és berendezés van, akkor csökken a várakozási idő is. Én biztos vagyok abban, hogy ez a mostani fejlesztés is majd a betegek érdekét fogja szolgálni, és úgy, hogy korábban nagyon vártuk azt, hogy CT legyen, hogy modern diagnosztikai berendezések legyenek, úgy ezek is majd beilleszkednek az ellátásba, és kiegészítik a már meglévő kapacitásokat. Vannak olyan helyzetek, amikor elég egy pillantás, egy első találkozó, és utána az ember nem kér belőle többet. Így vagyok a most átadásra kerülő orvosi eszközökkel. Mint a laikus, megelégszem az átadó alkalommal való közelebbi találkozással, de megnyugtat, hogy komoly 21. századi felszereléssel rendelkezik kórházunk. Olyan eszközökkel és szakemberekkel, ha bármilyen bajba kerül az ember vagy családja, akkor szakképzett orvosi, ápolói személyzet kezében van. Hangsúlyozta beszédében F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő. Én azt gondolom, hogy egy laikus, mint amilyen én vagyok, az egészségügyben laikus, az úgy van az egészségügyi gépműszerekkel, kórházi műszerekkel, hogy legjobb lenne csak akkor látni, amikor átadják őket. Tehát használatban, amikor igénybe kell venni, akkor jó lenne elkerülni. De tudjuk ezt, hogy lehetetlen, hiszen az egészségügyre előbb-utóbb a kórházi szolgáltatásokra mindenkinek szüksége lesz. Vagy családtagjának, vagy saját magának. És jó azt látni, hogy 21. századi modern műszerekkel van felszerelve a Kátai Gábor kórház, kitűnő szakemberek vannak, és a szakemberek mellett kitűnő a felszerelés is, amely minden évben többször is újul, tehát szerintem fél évente jövünk ide a Kátai Gábor kórházba, hogy akár egy új osztály, egy felújítás, új műszerek beszerzéséről adjunk hírt. Én azt gondolom, hogy ez a folyamatos fejlődés mindannyiunk érdekében történik, és én azt látom, hogy ha bármire szüksége van egészségügyi téren, a környéken és az itt élő lakosságnak, akkor jó kezekbe kerül, jól felszerelt, modern kórházba, kitűnő szakemberek kezébe. Ennek a gépműszer beszerzésnek egy kicsi része hiányzott, hiszen a pályázati forrásból megvolt a nagy része. De hiányzott egy kisebb rész, amit összefogással, és jól látni az, hogy a környező cégek, magánszemélyek összefogásából ki lett ez pótolva. Meg lehetett szerezni a legmodernebb eszközöket, és jó azt látni, hogy aki megteheti, és meg is tette, az támogatja a környék egészségügyét, a karcagváros egészségügyét, a környező települések egészségügyét, és jó azt látni, hogy az összefogás mindegyikünk érdekében történt. Borbás Zoltán, a megyei közgyűlés alelnöke arról beszélt, rendkívüli módon felértékelődött az egészségügyi munka a koronavírus járvány idején. Rendkívüli tiszteletre méltó volt az önök odaadó gondoskodása a betegek felé. Azt hiszem, hogy most a második járvány előtt nagyon fontos, hogy önök válláról is közvetlen módon terhet tudjunk levenni. Közvetett módon ezt segítik ezek az új műszerek is, jelentette ki az alelnök.
Dr. Suba László, az AET térségi igazgató szerint a betegség nem válogat. Nincs jobbra kanyarodó, meg balra kanyarodó, mindenkit egyformán érhet betegség, és akkor nagyon fontos, hogy egy nagyon jól felszerelt egészségügyi intézményben kapja meg azt az ellátást egészsége helyreállításához. A Kátai Gábor Kórház vezetése különösen élen jár a sikeres pályázatokban is. Ez bizonyítja a mostani is, amelyhez gratulált Nagyné László Erzsébet főigazgatónak, aki részletesen bemutatta a 2017-es pályázatot. Ismét egy sikeres uniós pályázattal, pályázati forrásból sikerült megvalósítanunk. Most éppen a járó szakrendelőknek a fejlesztését, ezek közül is nyilván nem mindegyikét, de ott, ahol a legsürgősebb és a legégetőbb problémák voltak, nem most, már 2017-ben, ezeket az eszközöket sikerült beszereznünk. Ugyanis ez egy 2017 májusában beadott pályázat, és hát most itt az átadó ünnepségen csak néhány mobil eszközt tudtunk behozni, hiszen vannak olyan beépített fix egészségügyi gépműszerek is ebben a pályázat keretében beszerzett listában, amelyeket nem szereltünk ki, hiszen már használatban vannak véve. Ilyen is ez a legnagyobb, egy fülorgégészeti komplex vizsgáló egység, betegszékkel, illetve vizsgálószékkel, orvosi vizsgálószékkel és a szükséges eszközökkel együtt. Ez a fülorgégészeti szakrendelőnk be már nagyon régen várt eszközbeszerzés volt és valósulhatott meg, és ilyen a szemészeti ellátás keretében, illetve a szülészetnőgyógyászati ellátás keretében az előzőnél egy nyomkontaktonométer, a szülészeti nőgyógyászatra pedig egy állványos kolposzkópot sikerült vásárolnunk, és hát ezen eszközbeszerzés, ami közel 40 millió forint értékű volt a EFOP-os járóbeteg pályázaton keretében, 4 darab EKG készülék és gazdára talál a szakrendelők között. Nagyon fontos volt, hogy új EKG készülékkel gyarapodjon a belgyógyászati szakrendelőnk, ugyancsak a kardiológiai szakrendelőnk, a sürgősségi betegellátó osztály, és nem különben a Kunhegyesi szülészetnőgyászati onkológiai szakrendelőnk. Nagyon fontos még, hogy a sebészet is kapott, illetve a gastroenterológiai szakrendelés is kapott egy nagyon szép gastroenterológiai eszközt, illetve a traumatológiai szakrendelőben sikerült egy oszcillációs gipszfűrészt, és hát a mögöttem látható gipszelő asztalt beszerezni. Ez már a mai kor elvárásainak és hát a betegek színvonalasabb és minél kevesebb fájdalommal járó mozgatásának a segítésére szolgál, nem különben az orvos és a szakma segítségét szolgálja. Én úgy gondolom, hogy mindenki, akinek volt már traumatológiai problémája, vagy esetleg hozzátartozójának, gyermekének, szülőnek olyan sérülése, ami fájdalmas végtagmozgatással járt, az úgy gondolom, hogy mindenki tudja, hogy mivel jár az, hogyha felültetik az ágyra, és nem neki kell az lábát emelni, kezét, karját emelni, hanem mindezt egy gép segíti, és segíti az ott dolgozó kollégáim munkáját. Ezúton is nagyon köszönöm mindenkinek a támogatást, a magyar kormány támogatását az uniós forrásból, ugyancsak az Állami Egészségügyi Ellátóközpont támogatását, és nem különben azt a társadalmi szerepvállalást, ami a pályázat megvalósításának végén tapasztalhatunk, és a Kátai Gábor Alapítványon keresztül több vállalkozó is támogatta a sikeres beruházás befejezését.